a 8. D-osztályban Lőcsei Gabrielláit. Hogy az elmúlt évek nem teltek hiába, mutatja a számtalan szép eredmény, melyet iskolai hagyományokhoz híven jutalmazni szoktunk. Most az eső elmosta, a könyveket az osztályfőnököktől kapjátok meg, de én szeretném, hogy akit szólítok, az kilépjen, és láthassuk, hogy kik voltak a legjobbak és a legeredményesebbek ebben a 4 osztályban. A 8. A osztályban Mészáros Martin, aki magatartása és szorgalma és kiemelkedő tanulmányi eredménye miatt. Somogyi Vivien, a kiemelkedő közösségi munkájáért és példás magatartásáért. Szilágyi Petra, kimagasló sport eredményeiért. 8. B-osztályból Mészáros Márta, aki kitűnő tanuló. Csorkó Dorottya, aki közösségi munkájáért kaphat dicséretet. 8. C-osztályban Kovács Alexandra, kitűnő tanulmányi munkájáért, magatartásáért és szorgalmáért. Zámbori Marcell, aki kitűnő tanuló és kiváló sportoló. 8. C-ben kimagasló sporteredményekért Buckó György, Kovács Mátyás, Mikáczó Attiláron, Szabó Mátyás, Király Ákos, Szanka Dániel, Fazekas Kincső. 8. D-osztályban Vukana Mária, kiemelkedő szorgalmáért, magatartásáért, Lovas Noémi, szintén kiemelkedő szorgalmáért, magatartásáért, és Olá József, aki sporteredményeiben ért részesül dicséretben. Megérdemelnek egy nagy tapsot. Gratulálok! Kívánok a mai napra jó szórakozás szüleiteknek, sok örömet gyermekükben a középiskolai tanulmányok során is, a kollégáimnak pedig további eredményes munkát, és a Kazinczy Ferenc által igen tisztelt és fordított Goethe gondolataival búcsúznék. Élni való minden élet, csak magadnak hű maradj. Vesztesség nem érhet téged, hogyha az lesz, ami vagy. Köszönöm a figyelmet! Az ünnepi könyvhét alkalmából Szabó T. Anna Fény című versét szavalhattam a költőnek és az érdeklődő olvasóközönségnek. A dedikálás során a Senki Madara című legújabb könyvéhez a költőnő ezt a mottót írta. Ha madarat szeretsz, égbolt legyél, ne kalitka. Engedjétek most szabadjára léggömbjeiteket, kedves 8. barátaim! Velük szárnyaljanak álmaitok!